A koronavírus elleni védőoltás egyre népszerűbb. Minden nap rengeteg ember kapja meg a vakcinát. Dr. Pap Tivadar, Bonyhádi házi orvos szerint sokkal többen regisztrálnak az oltásra napjainkban, mint pár hete. Oltási napokon 10-től 60-ig is előfordul, tehát ugye vannak olyan napok, jellemzően a hét első napjaival, amikor nem oltunk, általában itt szerdától indul, szerdától szerdáig tartanak így az oltási ciklusok. Hát nyilvánvaló egy oltással legjobb esetben meg lehet úszni a koronavírus fertőzés okozta betegséget, de még a legrosszabb esetben is annyi történik, hogy egy sokkal enyhébb lefolyású betegség formájában zajlik le. Korábbi, tehát például influenza oltásokkal összehasonlítva nagyságrendekkel több ember igényli a koronavírus oltást, és sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek rá. Dr. Pap Tivadar elmondta, hogy azok, akik beadatnák a vakcinát, mire számíthatnak, hogyan készülhetnek erre fel, és a regisztrált személyek átlag életkoráról is beszélt. Attól függően, hogy háziorvosi rendelőbe vagy oltóponton történik az oltás, ha háziorvosi rendelőbe, oda elegendő, hogyha ezt a kitöltött beleegyező nyilatkozatot hozza, a többi adat az minden rendelkezésre áll. Oltópontra szerencsés, hogyha tajkártyáját, személyigazolványát is viszi magával. A beleegyező nyilatkozatot egyébként háziorvosi rendelőbe, ha valakinél nincs, akkor itt mi is tudunk adni, de abban is az a tapasztalatom, hogy egyre többen jönnek úgy, hogy ezt hozzák magukkal kitöltve készen, könnyítve az oltásnak a menetét. Először az idősebbekkel kezdtük, de ekkor is már sok fiatal is volt regisztrálva is. Most úgy tűnik, hogy szerencsére az egyre fiatalabb korosztályhoz jutunk el az oltással már jelen pillanatban. Gyakorlatilag itt a rendelőbe azok az oltóanyag típusok, amelyikek a háziorvosi rendelőkbe felhasználásra kerülnek, mindegyik előfordult már. Egyedül a Sputnik, tehát az orosz oltóanyag az, amivel kizárólag csak oltópontokon történik az oltás, az összes többi az már előfordult itt is. Salamon László azért döntött az oltás mellett, mert napi szinten megy közösségbe. Azt mondja, a családja is regisztrált, és már ők is csak arra várnak, hogy megkapják az oltást. Hát, hogy kialakuljon a védettség, és ne kelljen félni attól, hogy közösségben vagy az ember, akkor esetleg megfertőz magát, illetve mást, mint hordozó. Közösségbe járok, rendszeresen sportolok, versenyekre járok, kerékpárversenyekre, úgyhogy úgy tudom, hogy a profi kerékpárosokat is beoltották, úgyhogy én mindenképpen már az elején eldöntöttem, hogy be fogom oltatni magamat. Az orvosok bizakodnak abban, hogy hamarosan a legtöbb ember védett lesz, és idővel enyhülnek a szigorítások.